Erre a kiállításra én 3 hónapig válogattam képeket, úgyhogy viszonylag gyorsan kiválasztottam 1000 képet, és akkor az 1000 képet én kinyomtattam ilyen ekkora kis cetlikre, és ez mindig nálam volt, és ha volt egy kis időm, akkor így nézegettem, és jobbra-balra raktam őket, hogy igen, nem. A zene világnapját, mint tudjuk, ugye Yehudi Menuhin volt, aki ugye kitalálta 1975-ben, azóta van zenei világnap, és ugye ezt ünnepeljük, mi szerint ugye a zene fontossága, szépsége, öröme, és hogy a mindennapi életünk része legyen. Ezt gondolom, hogy ez tényleg nagyon fontos, nekem is hitvallásom. Van egy alap ugye a megnyitásnál, hogy hogyan illik megnyitni egy kiállítást. A kiállítások esetében pedig azt hiszem, hogy mindig változik, mert mindegyik más valami. Tehát van egy, nyilván egy állandó, ami a anyag összegyűjtése, a kitalálása, de például én nem vagyok híve az olyan kiállítás rendezésnek, amikor valaki papíron mindent kiszámol, megcsinál, mert nagyon sokszor tapasztalom, hogy amit úgy előre elképzelünk, az a valóságban mást mutat.